De fogalmam nincs, mit szervezkedtek itt tegnap, meg mit szervezkednek, mert össze-vissza szervezkednek, de legalább összevesztek mindenkivel. Semmi nem hozunk kaját, se a portugálok nem hoznak kaját, nem hozunk többet kaját. Nem. Nem. Egyenek, ami itt van, én azon gondolkodtam, 3 év múlva visszajövünk, megdöglenek a gecibe. De, mert be nem fogadjuk őket, nem? Megpróbálnak oda jönni a határozat, hogy lelövetem őket, jó? Mert én ezekkel nem. Olyan mértékben okádékbanda, úristen, lusták, büdösek, ostobák, így játsszák az agyukat. Egyszerűen komolyan mondom, én nem tudom ezekkel mit kéne csinálni. Szerintem éjesztessük ki őket. Majd rájuk nézzük néha, jó? Van ilyen drónunk. Néha ide küldjük föléjük, hogy leültek-e már, vagy egyáltalán befogták-e a pofájukat, vagy valami történik-e, jó? Mert ez, amit itt csináltak, az képtelenség. 450 milliárd dollár adósság, értik? Tehát azt se tudom, komolyan mondom, hogy szerencsétlen nemzeti bankon, hogy küldjük ezt keresztül, úgy egy másodperc, a portugáloknak én nem tudom mennyi hallal tartozunk itt, meg Jézusom, még mikkel. Hú. De magyaroknál is láttam portugál kaját egyébként, tehát elképesztő, amit folyik, elképesztő. Fogalmam nincs, hogy, mert egy másodperc, mert önök nem értik, hogy miért vagyok ilyen zaklatott. Tehát az egy dolog, hogy én kitaláltam itt a frankót, nem az a baj. Meg ügyesen kitaláltam, hogy csak hétfőtől péntekig dolgozunk, 8-tól 5-ig. Igen, igen, egy másodperc, csak mi, mivel mi nem létezünk, mert mi román csepacsok vagyunk, mi csak ülünk majd ott Budapestütt, de, és a portugáloknak kell oda jönni autóval, mert ott majd pénzcsere lesz, de én azt javasolnám önöknek emiatt, hogy jöjjenek inkább ide, de más miatt a papírmunkát úgy is oda küldöm, mert az nekem sokkal egyszerűbb, akkor oda tudok autózni majd önökhöz a papírokkal, de itt meg, ha gondolják idő valaki, de tök mindegy, mert úgyse, tehát nem az a lényeg, önöknek úgy csak az adót kell odaadjam, jó? Tehát a magát, az áróértéket a portugáloknak kell egyébként is nettóba adótalnom. Áfa meg nincs, mint más miatt. Az adót meg önöknek viszem úgy is cashbe, jó? Meg a papírokat is, mert sokkal jobban járunk, mert ez egy rémálom, ha önöket ott állandóan basztatják. És sokkal jobban szeretném, ha ide jönnének majd, és itt lenne a pénzcsere, mert... Jó? Mert ezen gondolkodom, mert nem tudom önöket össze-vissza terhelni, mert ez rengetegem, jó? A németeknek is egyszerűbb, ha ide jönnek, nem, ők semmi bőncsek kihajvált az adót, oda kell, hogy adjam, tehát itt nincs mese, nem amiatt. Meg önök egyébként is forintból ki tudják majd szépen nyomtatni, de majd meglátják, hogy hogy. De azért adok papírokat önöknek, amennyiben szükség van vezérigazgatónak, vagy önök jelzik, akkor ki nyomtat még forintot, de simán megoldható, majd meglátják, hogy lesz ez megoldva. Mert én nem tudom önöket leterhelni, így jó? Mert legközelebb nem hazudják, hogy mocsok román csepacsgetik vagyunk, és akkor nem lesz ilyen problémájuk, jó? Itt őket kell, hogy terheljem, de... Mert ez zaklatás, mert nem úgy értve. Ezek jönnek majd Portugáliából, a rendőrséggel le kell ellenőriztetnem őket, muszáj, hogy üzemeltessék a határőrséget itt, de... Majd őket szépen beállítom itt rendesen munkába, át kell, hogy számolják a pénzt, alá kell, hogy írják a papírokat, de felelősséget kell vállalni a saját maguk átadjátott hazugságokért, jó? Legalább látják, hogy milyen ütemben fizetik vissza az adósságukat. Jó, mert az önök pénzét is úgy át fogják számolni, úgy, hogy megy önökhöz, de én egyébként papírt viszek, hogy ne tudják ellopni. A portugáloknál kötelső cash-t adni, mert én nem bízom ezekbe. Önök végén, de ezekben nem. Úgyhogy én odaadom mindig önöknek a kötvényt, majd a vezérigazgatóval önök egyeztetik, hogy mennyi cash-t nyomtasson ki a kötvényből, jó? És innen módosítjuk majd a kötvényt a külüggyel. Mert ez, ami itt folyik, tehát nem értik önök, mi a probléma. Tehát képzeljék el, hogyha ülnének önök a Nemzeti Bankba, de ezt komolyan mondom, ülnének a Nemzeti Bankba 300-an, én figyeljek ide, és folyamatosan az egyik portugálugat, a másik németulugat, a másik ilyen albán, meg ott az egy katasztrófa. Nem, ide jönnek szépen hozzám, jó? Önök meg csak megkapják az adót, mert ez egy rémálom. Tehát rémálom. Nem tudom, hogy a magyarok ezt hogy tűrik, hogy ezek hazudtak, de olyanokat kihagytak minket minden, igen. Igen. Minket kihagytak mindenből, szerintem büntessük meg őket, majd ők itt megoldják. De egyelőre itt hagyom őket, mi unatkozom. Nekem elegem volt ezek, unatkozom.